Hírek. Rakasz ma bajosz bajt, számolj vissza, meddig tart. Nem épül mínuszból a part, ne várd a nullát. A zenei életem során már nagyon sok projektben megfordultam, de így most jutottam el oda, hogy azt éreztem lélekben, testben és mindenütt, hogy elérkezett az a pont, amikor én szeretnék így csinálni valamit, ami tényleg az enyém. Magaménak éreztem, persze a miénk volt, ugye a couple is, background is, de ugye ott voltak nehézségek, amik megakadályozták azt, hogy ez ilyen gördülékenyen menjen. Én a Bartók konziba jártam, ahol jazzt tanultam 6 évig. Viszont világéletemben popot hallgattam, tehát a popon nőttem fel, nagyon-nagyon szeretem a jazzt is. De hogy szerencsére a konzi által megismerhettem olyan zenészeket, meg olyan közegekbe kerülhettem bele, ami nem feltétlenül ez a mainstream pop vonal. De nagyon, nagyon nagy szerencsé, hogy én ezt a mainstream vonalat is szeretem, meg ugye megtanultam a jazzt is. A bingip ugye így félig, vagy hát negyedig mondjuk mondható ő jazznek, az inkább egy ilyen alterebb, elektronikusabb vonal, ami szintén nagyon közel van a szívemhez. Bele szerettem volna tenni egy kicsit erotikusabb vonalat, ami annyi, hogy hárman táncolunk két lányjal, akik tulajdonképpen mesztelenek, és ezüstre vannak festve. Van egy jó ismerésünk, Fekete Kriszta stylist, egy teljesen elborult nő, nagyon-nagyon szeretem, és vele ötleteltünk, hogy mit lehetne ehhez a kliphez forgatni. Nem akartunk csak egy ilyen balatoni romantikus forgatást, hogy ott vagyok, hanem valami pluszt bele szerettünk volna vinni. És ezt így közösen kitaláltuk, hogy ez érdekes lenne a férfi és a női nézők szemének egyaránt. Mindig is ez volt az életem célja, hogy ugye színpadon álljak. A Gimes együttesben vokálozom, úgyhogy tulajdonképpen, ha lehet ezt mondani, akkor ez egy munka. Elhanyagolni nem tudom, mert hogyha van koncert és ráérek, elmegyek, ha nem érek rá, akkor meg nem. Úgyhogy igazából még itt teljesen összeegyeztethető az egész. Nagyon, nagyon szeretek mindent, amit csinálok.